szabadsághoz, ha azt akarod, hogy szabadnak érezd magad, akkor nagyon fontos, hogy ne szorongjál nagyon. Mert a félelem, a szorongás az gúzsba köt, és nem engedi, hogy szárnyalj, hogy jól érezd magad. Nagyon különleges ez az alkalom, ugye számomra ismertelen ugye ennyi hölgy előtt előadni a magáról, a szabadságról, a Pészáki ünnepről, és a mai téma, amiről ugye előadok, az maga a szabadság lesz, hogy tulajdonképpen is hogyan is lehet definiálni a szabadság fogalmát a zsidó misztika és a kabala fényében. A mai Hanna-klubban a Pészákról tanulunk, illetve már nincs is nagyon mit tanulni, mert ezt minden évben megünnepeljük a Hanna-klub női tagjaival. De mégis annyi minden történik ezen az ünnepen, a takarítástól kezdve a szép szédertál előkészítéség, és rengeteg teendője van ilyenkor egy zsidó nőnek, hogy azért van mit mégis ismételni. Meglepetés a Hanna klubnak. A csapások elkerülték a házat, az örökkévaló áldja meg pászkánkat. Adjon ő békét a zsidó népre, hozzon szerencsét a szövetségre. Vezessen bennünket a hit és remény, legyen mindenki mosolygós a széder estején. Nagyon jó, hogy mindig minden ünnep előtt van a Hanna Klub, mert segít nekünk a felkészülésben, mindig nagyon sok praktikus dolgot mondanak az ünneppel kapcsolatban is, szokásokról is. Jó, hogy meghallgatjuk, hogy mások hogyan ünnepelnek, milyen hagyományok vannak. Én nagyon szeretem. Mióta van a Hanna Klub, lassan 13 éve, ha jól tudom, mindig jövök, hogyha tehetem, nagyon szeretem. Igazából kaptam egy meghívót, és így azt gondoltam, hogy akkor ide is szívesen eljövök, és akár segítek is, meghallgatom az előadókat, új dolgokat hallhatok, tanulhatok. Idősebbek is vannak itt, és akkor tőlük is tanulhatok. Hát szerintem ez a legnagyobb erénye a Hanna klubnak, hogy az is előfordult már, hogy 3 generáció képviseltette magát, és erre nagyon büszkék vagyunk. Szerintem kevés olyan téma van, ahol 3 generáció tagjai képviseltetik magukat, és mégis mindhármajuknak érdekes ez, és hát ez mi más is lehetne, mint a zsidóságunk, vagy a zsidó ünnepek. Én azt vettem észre, hogy nagyon sok új tagunk is szokott lenni, és visszajárnak, és látjuk az öltözékükön, ahogy beszélgetünk, tehát hogy egyre jobban beleépülnek a zsidó életbe azáltal, hogy itt inspirációt kapnak, hogy hogyan és lehet ezt megvalósítani otthon. Talmud azt mondja, hogy minden embernek kötelessége minden nap és minden napjának minden pillanatában úgy tekinteni magára, mint hogyha ő éppen akkor vonulna ki Egyiptomból. Így hát ez nem csak egy történelmi dolog, egy esemény, ami megtörtént majd 3300 évvel ezelőtt, hanem ez ugye a lélekben minden nap és annak minden órájában végbe menő dolog kell, hogy legyen.